Az előző idényben sikeresen szerepelt az NKS felnőtt csapata, amely bejutott a rájátszásba, és összességében az 5. helyet szerezte meg az amatőr NB1-ben. Így ahogyan az már megszokott a Kosársulinál, Farkasinszky Gyulánénak új együttes kell építenie. Az biztos, hogy továbbra is sok lehetőséget kapnak a fiatalok, mellettük azonban néhány rutinosabb kosarasra is számíthat a szakmai igazgató. A Karakó Dorina, a Bernát utca, a Dobó Lilla, és a Radóc Fanni úgy néz ki, hogy ebben az évben a mi csapatunkban folytatja ugye a kosárlabda pályafutását, tehát én úgy gondolom, hogy ők azok, akik a kemény mag. Ehhez csatlakozik majd ugye a Pálóczi Panna, aki azért is ő is a rutinosabb játékosok közé tartozik, az Arad Eszter és a Páskai Eszter. És innentől kezdve pedig majd jönnek a fiatal titánok, a 2008-as kadettkorú játékosaink, mert per pillanat nem tudunk több felnőtt játékos, ugye akik voltak, azok mind fölmentek Budapestre tanulni, innentől kezdve próbálunk ezzel a társasággal valamit kezdeni. Ha netalántan összejön, akkor Tiszaújvárosból is érkezik hozzánk még két játékos, de ott még mindig a kölcsönadás vagy átigazolási procedúra zajlik, ott még nem tudjuk, hogy végül ezek a játékosok egyáltalán rendelkezésre fognak állni, vagy sem. Változás az elmúlt idényhez képest, hogy ezúttal másik csoportban szerepel a nyíregyházi együttes. Mi ugye eredetileg a piros csoportba voltunk besorolva, de a rengeteg távozó miatt, meg ugye van azért sérültünk is, tehát ezért mi ezt nem mertük bevállalni. Főleg azért nem, mert ugye ott vannak az áscsapatok második csapatai, ezért ugye mi jöttünk ide a Fehérbe. Na most itt igazából nem tudjuk, hogy melyik csapat kit és mit tud elővarázsolni. Például nem látjuk még azt se, hogy kinek mi a csoportos játékengedélye, tehát milyen játékosok ellen léphetünk majd esetleg pályára. Így egy, szerintem az első forduló az mindenki számára egy ilyen meglepetés lesz. Mi is meglátjuk, hogy az Ajka éppen kivel és mivel fog megérkezni hozzá, és abból próbálunk meg majd valamit ott a helyszínen itt kialakítani, hogy na akkor milyen stratégiával is kell nekünk vágnunk ennek a mérkőzésnek. Tehát azt mondom, szerintem itt az első kör után lehet majd valamit látni abból, hogy mely csapat milyen játékerőt képvisel. Én azért bízom benne, hogy itt azért az első ötbe bele fogunk tudni férni ezzel a kerettel, ami nekünk per pillanat van. A nyíregyházi kosársúlyi Ajka mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.